Na emberek, Tapolcáról jöttünk, és most a Szent Györgyhegyet másszuk meg mamával, ugye? Háta mögött ott van a nagy hegy, ugye picit rá vetítek, hogy abból is legyen, így talán hozza, oké? Aztán, hogy miért kértem meg Katust? Hát ugye itt mellettünk, amit látjátok, gyönyörű szőlők vannak. Most nézzétek, ide lépek, nem ézélni, tolvajkodni, mert az nem én vagyok, hanem itt a szőlőt. Szeptember 3-a van. Úgy néz ki, hogy itt még nem volt meg a szüret, de jönnek kifelé a népek, folyamatosan jönnek el mellettünk az autók, és próbálják menteni. Az az igazság, hogy nem szedek belőle, mert az útnak a jobb oldalán ott találkoztunk egy szőlő tőkével. Méz édes, gyerekek. Olyan íze van, hogy az valami szédületes. Hát az Ürge Juki busz megállótól ugye jobb oldalra mutatott a kék jelzés, ott jövünk föl egy betonúton. A jelzések jól lehet, láthatóak, szépek, tiszták, és Kati már itt valamit keresgél a gazosba, végre megyünk be az árnyékos erdősávba. Hát az erdősáv nem tart sokáig, mi is gyorsan ki is értünk egy ilyen szőlős részre, viszont nézzétek ezt az erdei fekete fenyőt. Gyönyörű. Gondolom a gazdája szereti, gondozta. Hatalmas. Kati elveszik mellette. Nagyon jó, hogy legalább kiemeled az arányait a fának. Itt most szembe megyünk neki a hegynek. De hát ugye itt zoomot azt muszáj használni, hogy minél többet lássunk az oldalából. Így nektek is sokkal szebb lesz, meg nekem is otthon utána, ha már végre a plazmán látom. Hát ide értünk a legelső elágazóig, de hát ugye nekünk először, mikor jössz, mint turista, ez az információ a legfontosabb. Valószínűleg, hogy eddig párhuzamosan jött velünk a piros Tapolcáról, ugye mi a kékkel jövünk, de a piros velünk már jött a másik oldalon. És akkor itt vannak fönt, hogy a kulcsos ház 550 méter, 15 perc. Nekünk a végállomásunk az hegymagas lesz ma, tehát az 4,4 km, másfél óra. Hát mi azért az egész napot rászánjuk erre. Ott fogunk szaladgálni, lődörögni. Úgyhogy itt most már Katikának, hogy klasszabb legyen a napjait, egy kicsit már majd emelkedik. De bírja mama, úgy szereti az ilyeneket, hogy kellemesen elfárad, és akkor... Szeretem nagyon. Ugye? Jobban esik utána. Hát aki találta nekem itt a nagy kirándulásban, inna egy boros kólát. Meg lett oldva. Megem, és nagyon finom volt, meg jól lesz. Jó balatoni bor, tehát bementünk volna valahova, hogy mi ezt kérünk, szerintem nem is adtak volna ilyet. Hát lehet. Ugye? Csak tónik van. Jó. Meg limonád. Na emberek, akkor tépjünk tovább. Tulajdonképpen azért jöttünk mi most a kéken, mert mindenki a másik színeken megy föl a videóba, mert itt szép kilátást ígért. Hát remélem, hogy ez az a szép kilátás. Ez a hely. Mondjuk. Mindjárt kicsit közelebb. Aztán Katit megkerülöm, maradj csak a csillagom. Ja, akkor egy kicsit, mert ő még gyönyörködik a tájban, mert közben a hátam mögött meg itt van sok-sok bazalt orgona. Tehát innit el is van egy nagyon szép rálátás a részre. Lehet, hogy ez is be van téve, mert körpanorámának
jelölte. De ha nem, akkor majd fönt még találunk másikat. Katusom, arany szép szívem már kapaszkodik előre, de én még elhozom ezt a támfalat. Itt ugye, tehát folyamatosan a szőlők között fogtok följönni, hogyha erre jöttök. És akkor ilyen kis részek is vannak benne. Ott lemmeg a villanyoszlop mögött már megint lehet látni tapolcát. Egész hangulatos kis részek vannak bent. Kis kanyar, de Kati például hársfák alatt van is. Azt kell mondani, hogy annak ellenére, hogy kellemes jó idő van, végig árnyékba jövünk szinte, igaz? Igen. És akkor itt megint. Itt egy kis szőlő, hát ja, két-három fürdel, vagy egy tőkével, és egy jó kilátás tapolcára. Meg a mögötte lévő hegyekre. Úgy. Manka itt már belevág egy jó kis lépcsős ösvénybe, de nem kell nagyokat lépkedni, kényelmes. Viszont itt egy kútnak a jelzése, egy jó víz. Hát a pirosat már nem tudja elolvasni a szemem, hogy mi lehetett. Nem tudom, mi volt itt. Minden esetre itt vizet akkor iszol, ha hozol magaddal. Viszont még eső beállulnak, jó lehet. De szegény még csak megnevezve sincs itt nekem, hogy most ez milyen volt. Hát lehet ott. Úgy tűnik, hogy a kútnak van egy másik része. Kati épp oda tart megnézni, majd én is oda lépek. De hát gondolom az is ki van száradva. Aztán itt, főfelé. Mit látsz, csillagom? Hát egy teljes összeomlás. Igen? Azt mondja, Manka, egy teljes összeomlás van ott benn. Na mindjárt. Meglátjuk, hogy mit látunk. Összeomlott a forrás, kár érte. Hát a föld össze van omolva, igen. Itt is mellette minden. Aha. Hú, ember, pedig ez annak idején nagyon igényesen ki lehetett ám építve. Lehet ez volt a víztisztító része. Gondolom, hogy sok szikla. Lehet. Hát meg az idő. Az idő. Ez az. Itt kapaszunk, Katika meg elindult, megmutatjátok, hogy hogy is van az út. Ott. Verett főfelé a mama. Oda, egy kis szerpentin. Ez a rész, ez szerintem nagyon hangulatos itt. Sok a kőomlás, meg több helyen is láttuk, hogy megvan a támpal erősítve. Jó, ez a rész, ez nagyon tetszik. Ide érdemes eljönni ezen az a sávon. És hát itt van mellettem a jelzés is, tehát mind a kettő. Ez jó. Aztán, hogy én is fölkapaszkodtam ide a sarokra, Kati megy előre. Azért van benne kis szint. De ügyes a lány, még szerencsére még már rendbe jött a térde is. Ugye? Ott a Manka. Hát innét fölkapaszkodtunk a lépcsősoron. Kati nem szólt, hogy már célba is értünk gyakorlatilag. Itt van fönt a turistaház. Halljátok ezt a csendet. Szeptember 2-a van. Minden ügyes kisgyerek iskolában van már ilyenkor. Itt egy jó kis információs tábla, mivel ugye mindenki találkozik. Na és hát ugye Katika már le is jött a sárkánylikhoz. Vagy kis sárkány, üreg kis sárkány, barlangi, hogy mondja. Ennek ugye az a lényege, hogy ott lent
még ebben a nyári melegben is ilyenkor veszitek legjobban észre, hogy milyen kellemes hűvös áramlik onnét ki, úgyhogy Kati már mindjárt élvezi is ezt a jótékony hatását a hidegnek. Az ember csak kimelegszik, mire fölmászik ide. Ugye? Mi ellen, mama? Nagyon passza. Jó? Nem, de legalább Szibériában üdvég. Tényleg? Nem hidegben. Na, tessék. Egy kicsit. Utána visszamegyünk gyorsan a házhoz. Fél perc, még addig se tartott, még ide gyalogoltunk. Ott reggelizünk, azt akkor megyünk tovább. Az lesz, még is ki fogom próbálni. Ott is van még egy üreg. És akkor ugye, hát így gyakorlatilag, hogy eldöltek a bazalt orgonák, azok feküdtek rá itt valami üregre, amiből a hideg levegő áramlik. Na, majd mindjárt megyek mamához, én is kipróbálom. Na, és természetesen mi is, mint ahogy mások, elcsapatunk arra föl a bazalt orgonákhoz, Kati már tapossa is az ösvényt. Itt van a hátam mögött a kulcsos ház. Most reggeliztünk itt egyet. Azon a kis padon. Gyerekek, nagyon jó, kényelmes. Most a pecsét előtt nem nézem meg, mi nem két túrázunk. Gyakorlatilag nekünk az egész életünk azért összekötődik a kék túra útvonallal, úgyhogy én azt nem járom. Külön utakat taposunk. Mama itt óvatoskodik lefelé. Érdemes ide nyárba jönni, gyerekek. Kevésbé csúszik talán. Kicsit arra is. Mama már rá is talált az egyik kidőlt oszlopra. Bizony. Hát ez jól néz ki. Ez jól néz ki. Kicsit onnét is. Ja. Ide érdemes eljönni, az biztos. Ide érdemes eljönni. Szépek. Az út minősége teljesen jó. Most, hogy szárazság van, nem csúszik, gyerekek. Kis, könnyű, vékony talpúzi cipő van rajtam. És nem. Mama már a lépcsőknél jár. Én még egy kicsit visszafordulok itt nektek, hogy ebből a szögből is legyen. Ja. Na, hát akkor itt főkapaszkodunk. Azt akkor fönn majd újra kapok levegőt, mert biztos kiveszi belőlem azért az erőt. Akkor folytatjuk a filmet. Hát már mindjárt felérünk, még pár méter szint van. Meg is mutatom egyszerűbb. Hát itt vannak már a bazalt orgonák. De a idősebb
társak jönnek, túratársak, nekik inkább, nekik mondom el ezt az infót, hogy ott, ahogy van az a kétágú idősebb öreg fa, mellette itt ez a kis tuskó, ott a lépcsőfok konkrétan a térdemig ért. Tehát fölfelé vet egy akkorát kell lépni. Az odaver. De egyébként nem veszélyes. De legalább egy másfél liter fröccsöt hozzatok magatokkal, mert az biztos, hogy jól fog esni. Most mondjátok meg. Annak idején, mikor szétment a térde, én olyan boldog voltam, hogy a Jakab hegyre föl tudtunk kapaszkodni. Most még mit csinál? Elolvassa a táblát, azt itt hagy. Elmegy a manka. De lépám ő is ilyen 20-30 centiket. Itt a nagy fa. Persze ezt mindenki megcsodálja, ezt az öreg hást. Katánk meg mint egy várvédő vitéz. Úgy kapaszkodik neki a hegynek. Hát arra nem látom érdemes, hogy fősétáljam, nem hiszem, hogy valami ott lenne. Valami különösebb. Itt a nagy fa. Bár azt majd mindjárt meglátom. Hogy... De nem, nincs ott benne semmi. Erre be lehet látni. De ez tényleg látványos, ez jó, ez szép itt. Ez szép. Itt kicsit porózus a talaj, de hát úgy fogalj ezzel lapos talpot képen, hogy semmi gond vele. Azt mondja Manka, hogy ő most már ott leül, mert már nem győz rám várni. Meddig szutyorgok még itt lent. Hát jó. Ezek igényli ám a jó derekat. Oda meg már be van dőlve mögé a kő. Na valószínűleg, hogy valami ilyesmi történet, hogy oda bedül, utána télen kap egy fagyot, és akkor lesz egy feszítő erő, ami kidönti ezeket az oszlopokat. Na, ott volt a tetején. Most egy másik szögből mutatom. Hát ott van beaprózódva, beesve. Úgy. És hát gyakorlatilag itt mellettünk végig a szép oszlopok. A mácska meg. Ja, a mácska ott péhenget nekem. Lehet, hogy van nála fröccs, csak nekem nem szól. És mindig kicsit előrébb bosonkodik aztán. Mert fáradtságot nem látok rajta. Tehát biztos, hogy nem azért ezért pihen. Szerintem valamit úgy... Naftázik itt zugba. Mondom én. Három ezért tüskét. De ezt az oszlopot is csak a lélek tartja. Igen? Úgy érzed? Hát szerintem ennek nem sok kellett. Őket azt is. Lehet, lehet. Mindjárt én is fölérek utánad. Várj. Lélek tartja ezt az oszlopot is.
te rámutatsz, meg akkor mutatom, hogy... Itt előttem ez a nagy osztó. Jaj, látom. Mert itt kívül vagy egy... Az tényleg. Különváló oszlop. Az tényleg. Ráadásul ugye még itt a szélén a súlypont is ide helyeződött. Igen, meg... Alatta el van vékonyodva. Csak már megvan. Meg a lapkák is ilyen átlósak. Igen, igen, igen. És meg is csúszhat. Az a nagyon szép, mindenkinek ajánlom, hogy jöjjön ide, mert tetszik, nagyon gyönyörű. Na, jó. Gyönyörű. Hát ezt most mama találta ki ezt az utat gyakorlatilag. Nézegette a YouTube-ban, ugye. Meglátott róla egy-két filmet. És akkor hát induljunk neki. Ja. Nálunk ez így működik. Induljunk neki, azt valami lesz. De általában mindig jól jön ki, úgyhogy... Hát tényleg szép. Az időt is nagyon kifogtuk, tehát is, jó az egész hetünk eddig még. A múltkor kaptunk egy esőt lent a Balatonon, ugye? Igen. Na, két doboz sörrel a kezünkbe, bent a pavilon alatt, úgy, hogy az esőköpenyek ott voltak nálam bent a hátizsákba. Mindenki menekült, mi meg csak úgy laza hangulatba sörözgettünk a mamával. Ez a beszéd. Jaj, menjünk, csillagom. De várj, itt el sem teszem a kamerát, mert gyakorlatilag egy pár jó lépés, és itt mindjárt vannak is klassz, szép dolgok. Közben följebb kapaszkodtunk, Kati itt jelezte, hogy nagyon óvatosan jöjjek, mert itt van alattunk, ugye hát ez a kőkapu, és itt van alattunk ez a lépcső, konkrétan erről a kőről fogok nektek mesélni, egy kis porszemcse van rajt, gyerekek, bitangol csúszik. Hogyha elsőbe jöttök, akkor gondolom meg még inkább, úgyhogy erre nagyon figyeljen mindenki, jó tanácsként mondom. Itt meg visszafelé, ugye itt vannak az oszlopok, mert hát érdemes mindig visszafordulni egy turistának, nem csak rohanni előre, hanem visszanézni, mert akkor is nagyon szép, látványos lehet egy-egy terület. Tiszta levegő van, és nagyon szél sincs, úgyhogy talán szélzal sem lesz. Itt mindjárt a bazalt orgonák fölött vagyunk. Egy magasabb púpon. Pillanat, Katika. És akkor azt a hegyet csodáltuk eddig végig. Aztán ott lent megy az autókat, épp most mondta, hogy az a szőlő mellett, ott jöttünk föl. Hát, nem hiszem, hogy most a zoom-a oda le fogok tudni menni, mert alig látom ezért az objektívbe. De ott lent, ott az erdő sarkánál, ott megy egy traktor is, talán igen, lehet látni. Igen. Az a kék túra útvonal. Az jön fel a szőlők, és akkor itt velünk szemben meg jön az a fehér autó. Nagyon jó. Ott jön fel a kék. Igen, igen. Gyerekek. Nagyon szép. Ez egy nagyon jó kis hely. Még onnan most a távolban most előbukkant még egy helycsúcs. Szembe Katival ott a... Igen. Nem, jobbra kicsim, egy kicsim. Szembe veled. Jó. Ja, ott igen. A kúp. Az mi, az a badacsú? Nem tudom, nem hiszem. Ez arra van, nem? Hát jó. Hátunk mögött, mert ez Tapolca városa itt előttünk. Tapolca, igen. Ja. Ugye innét jöttünk, és mi hosszában megyünk végig majd a Szentgyörgyhegyen. Na, hát ez klassz. Ezt ilyen időt kifogni már a piszak jó. Na, és akkor talán... Ha minden jól megy, igen. Nektek is próbálom mutatni meg Katinak is, ott a távolban, ott a Gyulai vár. Látom, szerintem igen. Az lesz. Hát nem tudom, hogy én ezzel most oda el tudok-e menni. Az a baj, nem látom, hogy mit lát a kamera. Uh-huh. De valahol ott a távolban. Vaj, remeg áll a kezem. Kéne inni valamit. Körte? De, nem, körte pálinkát nem iszok, de egy fröccsöt meg tudnék. Holnap az lesz egyébként a körte program, pálinka. Nem körte pálinkát. Hát nem nagyon szoktak hozni a kék túraútonalnak erről az oldaláról sem.
videót, mint ahogy a másikról sem. Úgyhogy mi most gyakorlatilag hosszába végiggyalogoljuk a hegyet, és úgy ereszkedünk le. Az előbb fönn voltunk a legmagasabb pontján, onnan gyönyörködtünk a tájba, és erre lejövök félútra. Az gyerekek, itt van velem szemben a Badacsony, és egy sokkal szebb panoráma kép fogad, mint föntről azért a dombtetejéről. Sokkal tisztább élesek itt lent a hegyek, ott a Szigligeti vár, amit ugye minden videóban lehet látni. Itt is egy nagyon szép bazalt képződmény. Remélem nem nagyon remeg a kezem abba a távolságban, már próbálom el lefogni. Aha, itt van, ezt kerestem. Még mellé. Itt van mamácska a háttérben a Szigligeti várral. Gyerekek, most komolyan mondom, szinte meg lehet fogni. Olyan közel van az a vár. És akkor mellettem meg lent az a Balaton. Hát most mennyire jó ez már. Ott megtámasztom. Kicsit kimegyünk. Tavaly ugye Tatán voltunk, Tata fényes fürdőn ott a tanösvényen. Hát nem sikerült tavi rózsát hozni. Most viszont a nyárba csöppentünk ide Tapolcára. És itt gyönyörűen virágoznak, remélem a kamerán is jól látni majd őket. Azaz. A nagy potykák nagyon szeretik azt a részt, valamiért oda beálltak most már. Második napja vagyunk itt, Telp is ott pihentek. Aha, nézzétek csak. Most újra összeállnak ott a pontyok, az előbb mondtam, hogy valamiért nagyon szeretik azt a zónát. Lehet, hogy a vizitek, vagy a tavirózsának az alján találnak valami kagylót esetleg, vagy nem tudom, mit csipkednek, de gyakorlatilag ott a tó közepén ott egy szuper jó el vannak, de nem egy félénk jószág. Kijönnek ide a parthoz is. Itt a kisebbek vannak, kisebbek, másfél két kilósak itt a kisebbek. A többi meg ugye fönt. Uh-huh. Itt is most fut be egy szép, látod? Azaz. Távolod a kamerával, így jönne. Hát persze, természetesen ez úgy az igaz, hogy az ember ide eljön. Biztos, hogy visszahozom Katát még majd egy pár alkalommal, mert nagyon megszerette a szállást is, hát gyakorlatilag itt vagyunk a túlpartján. Fantasztikus a jó helyen. És nagyon sok jó programot lehet találni magának az embernek. Egy albinó.
Mert persze, hát már annyi halas videót hoztam nektek, hogy Dunát lehetne vele rekeszteni, de hát mégis. Az ott éppen valamit turkál az ajba. Tessék. Kis pohos. Szép volt. És itt ugye közben a kacsák azok. Óhatatlanul is jönnek az ember után. Persze, nekik okvetlen. Itt lesz a festett lépcső. Ez az, ezt kerestem én. Ez az. Ez nagyon szép munka. Ez nagyon szép, igényes. Ez eszméletlen. Ez egyszerűen olyan a környezet, hogy ez a mamával csak kicsit ugye. Szökőkút, kerék is benn legyen. Ezek el nem jönnek. Itt hagyjuk be minket az alatt. A mácska itt sportol. Ezt nézzétek meg, hogy mik vannak itt. Ah, gyönyörű. Gyönyörű a kvastok. Ezt szeretem. Nagyon szépen. Bevonzod a többit is. Jönnek a távolabbra is a pontja. Nagyon szépen. Ez a habinó is. Ide is az a halak. Azt jól, valami lepocsot oda hozzá. Annyian vannak, hogy egyszerűen be se lehet őket fókuszálni. Nagyon igényes, nagyon szép az a rész. Van ott némamás, hogy csak ad nekik, nem viszik haza, azt nyugodt el tezzel. Nyugodtan.
A kacsák is jön, most neki látok. Közben, ami itt van, nem is tudom, így jobban lehet látni, de... Közben a háttérben megoldom, lehet eszembe azt, hogy ők is. Hát ezt látni kell, szóval csinálhatok én ebbe akármilyen filmet, ezt nem adja vissza. Ide lehet jönni, és ezt végig kell jönni ezt a programot.